Üdvözlök mindenkit, aki a mai napon a homokzsák rakodás helyett a szabad szoftver és előadásokat részesítette előnybe. Én Tóth Szabó György vagyok, alapvetően OpenSUSE felhasználó elég régóta, és most szeretném nagy vonalakban bemutatni a legutóbbi verzióját az OpenSUSE-nak. A fejlesztési ciklus végén a világot egy teljesen más jellegű esemény tartott a lázba, és miközben az emberek azt várták, hogy meglegyen az új pápa, teljesen más történt. Megjelent az OpenSUSE 12.3, amely sok dolgot fölvonultatott. Legelőször is azt szeretném elmondani, hogy miért jelentős a disztribúció, a Linux disztribúció között az OpenSUSE. Az OpenSUSE jellemzően olyan csomagokat, tehát bináris szoftvereket tartalmaz, amiket a FLOSS közösség állít össze, és ezeknek is a legfrissebb és a legstabilabb verzióit teszik bele. Emellett egy olyan Linux disztribúcióról beszélünk, amelyet nem csak a power userek, tehát informatikusok számára jól használható, hanem egyre szélesebb körben munkára jellemzően, illetve most már azért szórakozásra is sokan használják, mezei felhasználók is. OpenSUSE elérhető asztali gépekre, szerverekre, és hát elindult az OpenSUSE is a mobilitás irányába, tehát használható első körben az ARM alapú processzorok esetében. Illetve a SUSE Linux Enterprise változat felvezetése minden esetben az OpenSUSE, a különböző OpenSUSE verziók, ami ugye a Novell-nek az üzleti célokra kiadott Linux változatait jelenti. Kezdjük a felhasználók számára a legfontosabbal, a grafikus felhasználói felület. Ezek közül az OpenSUSE mindig erőteljesen felvonultatott két nagyot, a GNOME-ot első körben, amelyből a 12.3-as verzióba a 3.6-os került be. És ugye a GNOME-ról annyit illik tudni, aki nem ismeri, hogy egy leginkább a Mac-hez szokták hasonlítani, egy letisztult felülettel rendelkező felület, amit nagyon egyszerű használni, de mégis erőteljes és jól, tehát kis erőforrás igénnyel megelégszik. Az új GNOME-ban elegánsan oldották meg a rendszerüzenetek megjelenítését, amihez át kellett tervezni a teljes paneltárcát, és ez elég jól sikerült. Illetve integrált alkalmazások kerültek a GNOME-ba. Ezek a dokumentumokat most már nem csak a helyi gépen hálózaton, hanem a felhőben is lehet keresni. A felhasználók számára nagyon hasznos eszközök kerültek bevezetésre a lemezek kezelésekre, leginkább az USB-s eszközök kezelésére. Megjelent az Empathy új verziója, ami egy integrált azonnali üzenetküldő, több protokollt is tud használni, illetve a KVM is egyre erőteljesebb. Valamint a GNOME-ba beépítve találhatók, integrálhatók az online azonosítók. Nagyjából így néz ki, valaki hasonlóságot vél felfedezni, ez ne csodálkozzon, de ez létezett előbb természetesen. A másik jelentős grafikus felhasználó felület az a KDE, amit most már úgy hívnak, hogy KDE Plasma Workplace. A KDE mindig is a megjelenítésre helyezte a hangsúlyt, sokkal inkább felhasználó barátabb, illetve azt mondom, tehát a felhasználók számára kedvesebb, mert egy teljesen testre szabható asztali környezetről beszélünk. Mindemellett a KDE az, amely a Qt fejlesztéseket minél szélesebb körben próbálja felvonultatni, hiszen ezen alapul, a GNOME-mal ellen, ugye a GNOME pedig a GTK-t használja a fejlesztésekhez. Történtek jelentős változások a KDE életében is, a menüben a fájlkezelőt javították, a Nepomuk egy olyan adatbázis motor, illetve tehát metaadatokat tárol, a felhasználói metaadatokat tárolja, és ezáltal kereshetővé válik
minden pillanatok alatt. Sokat javult a KDE-ben a használt Appr frissítéskezelő is, ami most már békén hagyja az embert, hogyha mondjuk netán parancsorba cipperre szeretné kezelni a frissítéseket, és íme a KDE ilyen szinten is testre szabható akár. Természetesen az OpenSUSE biztosít egyéb ablakkezelőket is, az XFCE-t, a SOFIS-t, az évszamat, az LXD-et és az Enlightenment. Tehát ezek mind részei a terjesztésnek, tehát ha valaki a DVD-t tölti le, akkor ezeket mind, bármelyiket ki tudja választani a telepítés során, és ebben a előre beállított, vagy a telepítés során meghatározott ablakkezelővel fog elindulni a rendszere. Ez konkrétan egy Enlightenment kezelőfelület. Szervertéren történtek jelentős változások, mégpedig az OpenSUSE meglépte azt, hogy a MySQL helyett a MariaDB-t tette alapértelmezett adatbázis szervernek. Ennek okai egyrészt a MariaDB jobban kezel, több tárolási metódust tud kezelni, a MySQL-hez képest jobb teljesítmény és tulajdonságfejlesztési lehetőségei vannak, illetve hát azért is választották ezt, mert több mint 200 000 párhuzamos kapcsolattal tesztelték, és mivel megállt a helyét, úgy döntöttek, hogy akkor ez lesz az alapértelmezett. Nyilvánvaló ez, mint ahogy említettem, az OpenSUSE az Enterprise változatoknak a felvezetése, várhatóan ez az Enterprise vonal miatt került tesztelésre. De ettől függetlenül, ha valaki a MySQL-el szeretne változatlanul dolgozni, az megtalálható a terjesztésben, illetve a legfrissebb PostgreSQL-ből is benne van, ami natív JSON támogatást, illetve ami egy nagyon fontos dolog, hogy a PostgreSQL használható, mint NoSQL dokumentum adatbázis. Most már. A szerver fejlesztésekből csak érintőlegesen az új Bind, Tomcat 7 van benne, Skid, illetve a WebYast, ami Yastról később lesz egy kicsit még szó, ez annak a webes változata, és végre működik és használható az OpenSUSE esetében. Illetve van benne egy Nagios, a Nagios is benne van. Virtualizáció, ami manapság nagyon divatos, illetve egyre elterjedtebb. A KVM jön egyre erőteljesebb a XEN mellett, mint nyílt forrású virtualizációkról beszélünk, nyilvánvaló. Itt is történtek változások, fejlesztések természetesen, tehát a XEN az, amit ugye a Novell maga támogat és fejlesztőket biztosít ahhoz, hogy ez a virtuális motor használható legyen. Ma már egyébként mindegyik használható napi munkákra is, nyilvánvaló kompromisszumokat kell kötni némely esetekben. Így néz ki egy virtualizált, illetve a virtuális, különböző virtuális rendszerek, így váltogathatók KVM-ben. A 12.3-os OpenSUSE az első olyan kiadás, amely most legújabb, nevezzük őrületnek, a felhőhöz is biztosít minden csomagot, mégpedig az OpenStack számára szükséges minden csomagot biztosít a terjesztésben, amivel saját privát felhőt, vagy akár publikus felhőt is lehet létrehozni, és azon keresztül lehet nyújtani szolgáltatásokat. Ehhez benne vannak természetesen a fejlesztői eszközök, a DevStack, illetve az OpenStack, hát van kiállítása, vagy itt vannak ők is kiállítóként. Ezeket részletesen ők majd biztos elmondják, hogy továbbfejlesztett webes dashboarddal rendelkezik, sokszorosítani lehet az imidzseket,
új API-k vannak. Tehát itt is egy jelentős előrelépés történt, de a legfontosabb, hogy most már az OpenSUSE alapértelmezésben, egy OpenSUSE telepítésekor elkészíthetjük a saját felhőnket. Nem kell semmit túrni, nem kell webről letöltögetni külön forrásokat. Fejlesztői újdonságok terén is felvonultatott néhány dolgot az új OpenSUSE. Az Anyuta most már tud Git integrációt, illetve a Qt Creator tartalmazza a Qt-et, a KDevelop-nak új verziója van. Programozási nyelvek közül Mono 3 található meg benne, a Python még nem tört, Python terén nem történt meg a váltás, de alapértelmezetként nem került még bevezetésre, de mind a két verzió megtalálható, illetve Qt 5 támogatás már alapból megvan. Ami grafikus fejlesztések tekintetében egy érdekes dolog, hogy a KDE létrehozott egy új SDK-t, egy Software Development Kit-et, ami mind a Plasma, és mind a, tehát Qt, és mind a GTK 3.6 fejlesztésekhez alkalmas. OpenSUSE eszközök közül pedig a Kivi és az OpenBuild Service. OpenBuild Service-ről lesz egy külön, vagy nem lesz most, talán lesz egy külön előadás, de erről is pár szóban majd megemlékezünk, ez egy fejlesztői környezet. Illetve még egy fontos dolog, nem tudom, hogy C++-szal akik programoznak, de az OpenSUSE 12.3 az első olyan Linux disztribúció, amely a C++ 11-hez már megfelelő GCC-t szállít. Mi van a felszín alatt? A felszín alatt egy 3.7-es kernel dorombol, az ő mindenféle javításaival, és ugye hát az, ez már azért egy jelentősen bevált, illetve sokat tesztelt kernel, ami támogatja a RAID 10-et, nagyon-nagyon jól kezeli a SATA eszközök lekapcsolását, tehát kernel szinten az SSD-ket és a HD-ket, az energiatakarékosság és felfüggesztés tekintetében. Ezt konkrétan én is tapasztalom notebookon, olyan szintre sikerült ezt hozniuk, hogy kb. 3-4 másodperc után hibernálásból visszaáll a gép a grafikus felületre. Javított BTRF-es kezelést hozott, jobb TCP teljesítménnyel, ami még egy fontos dolog, hogy az SMB-nek a 2-es verzióját támogatja, és a stabil NFS 4.1 is, tehát támogatás is megtalálható benne, illetve hát grafikus felületről lévén szó, sokat javult a nyílt forrású NVIDIA meghajtó NIVO. SystemD került bevezetésre, ami ugye a rendszer folyamatok felügyeletét hivatott ellátni. Ez következő látható lépcsőben vezette be az OpenSUSE, 11.4-esbe bemutatták, kísérleti jelleggel beállítható volt. 12.1-ben a SystemD vált az alapértelmezetté, de mellette ott volt a SysVinit, illetve most a 12.3-ban pedig a SysV teljesen eltávolításra került. Ami az alapvető különbség a kettő között, az itt látszik, hogy addig, amíg a SysV futási szinteket használt, addig a SystemD target unitokat használ, és ilyen módon oldja meg a különböző szintek, illetve felhasználói felületek közötti váltásokat. UEFI, ami egyre több alaplap jelenik meg, illetve eszköz jelenik meg a BIOS-t leváltó UEFI-vel. Ez a kiadás most már biztosítja azt, hogy az x86-64, tehát 64 bites hardverek is támogatva vannak, illetve a valóban secure bootképes eszközöket is támogatja teljes mértékben az OpenSUSE 12.3. Mindig nagy kérdés az a nyílt forrás kódú rendszerek esetében, hogy miként lehet megoldani a folyamatos frissítést, illetve hogy ne kelljen egy-egy rendszer, tehát az újonnan megjelenő verziókat újra telepíteni. Erre találták ki a Tumbleweed
nevű projektet. Ugye az OpenSUSE esetében alap értelmezetten a támogatás az úgy néz ki, hogy két kiadás plusz két hónap támogatás jár egy-egy verzióhoz. A kiadási ciklus az 9 hónapos, ez itt egy számítási hiba. Viszont a Tumbleweed projektbe felkerülnek mindig a legújabb stabil szoftverek, és ez megoldja azt a problémát, hogy nem kell újra telepíteni egy újonnan megjelenő rendszert, tehát 12.1 egész sokáig elhúzható ilyen módon, mert mindig van hozzá friss és új, illetve itt nem csak a frissesség, csak leginkább a hibajavítások miatt érdekes. Létezik egy long-term support, itt a SUSE-nál Evergreen-nek hívják, ami szintén egy közösségi törekvés, hogy egyes verziókat, tehát kiválasztásra kerülnek bizonyos verziók, amiket hosszabb távon a közösség támogat olyan módon, hogy készítenek hozzá az új szoftverekből csomagokat, és ezek elérhetők a tárolókban. Jelen pillanatban ez a 11.2 és a 11.4, a 12-es sorozatból még nem került kiválasztásra olyan, ami ezt teljesítené, vagy amihez ezt készítenék. Egyik nagy előnye felügyelet szempontjából az OpenSUSE-nak az egykattintásos település. A webben megkereshető, rákereshető az, hogy milyen csomagra van szükségünk, kiválasztja az ember, rákattint, és minden függőséget automatikusan behúzza a rendszer, és telepíti a szükséges programot. Az Open Build Service, amit az előbb már említettem, egy olyan kezdeményezés, amellyel bárki akár saját disztribúciót is létrehozhat, egy teljesen automatizált folyamat révén a forrás fájlokból a legvégén kidobja a kívánt bármilyen, tehát nem csak RPM, hanem akár Debian csomagokat is a rendszer. Mindez teljesen automatizáltan, nyilvánvaló vannak feltételek, amik teljesülni kell. Ez egyébként OpenSUSE kezdeményezés. Illetve ehhez kapcsolódik még egy OpenQA, ami egy minőség ellenőrzési rendszer. Ez is teljesen automatizált. Ez az OpenSUSE Factory forrásra vonatkozik. Ugye, tehát a folyamatos fejlesztésbe felkerülő csomagokat ellenőrzi folyamatosan, vizsgálja. Egy internetes felületen tekinthető meg a napi eredmény, ami megmutatja azt, hogy a telepítési és frissítési teszteket, napi visszavezetési, tehát hogy visszakövetési teszteket, alkalmazás teszteket, illetve benchmarkingot mutat. Bárki használhatja, ugyanúgy, ahogy az Open Build Service-t, ezt bárki saját maga rendszerére, szerverére feltelepítheti, és ott alkalmazhatja. Így néz ki egy eredmény, amennyire látható. Az OpenSUSE 12.3-mal egyidejűleg megjelent, elérhető egy Rescue CD is, ami rendszergazdáknak, informatikusoknak hasznos eszköz. Ilyen még nem volt a SUSE életében. Ez egy XFCE alapú live CD, amelyel főbb rendszer gazdai feladatokat el lehet látni, anélkül, hogy a merevlemezen lévő adatok sérülnének vagy módosulnának, beleértve akár a particionálást, rendszer visszaállítás, mentések, illetve még hát egy böngészőt is tartalmaz természetesen. Amint említettem, az OpenSUSE ARM processzorokra is elérhető, ARM processzorokra célzottan is elérhető. Ez a kiadás támogatja ezeket a verziókat, ezeket az ARM modulokat, illetve hát vannak közösség által
illetve hivatalosan nem támogatott, de működő platformok is léteznek. A végén még egy jelentős dolog, amiért szerintem érdemes az Open SUSE-t használni, ez a JAST nevű rendszereszköz, ami tulajdonképpen annak idején, amikor ezt kitalálták, akkor volt már néhány ilyen a Linux rendszerekben, de ők azért adták neki azt a nevet, hogy még egy rendszereszköz, ami teljes körülön mindent lefed rendszerfelügyelet tekintetében, tehát a telepítési folyamat során is ezzel találkozhatunk, illetve minden jellegű hardware és szoftver beállítás elvégezhető ezen keresztül. Nagyon könnyű használni, illetve a JAST-tal létrehozhatók, tehát egy nagy hálózatokban azonos gépek esetén, azonos célra használt gépek esetén egyetlen telepítést kell elvégezni, manuálisan összeválogatni a megfelelő csomagokat, létre lehet hozni belőle egy fájt, egy információs fájt, ami alapján ő utána az összes többi gépet automatikusan ugyanazokkal a csomagokkal fogja föltelepíteni. Hálózat, ahogy mondtam, hálózat, rendszer szolgáltatások, beállítások, és még a biztonsági finom hangolás is elvégezhető a JAST-on keresztül. Aki eddig nem használta, azokat az Open SUSE közösség tártkorokkal fogadja, valószínűleg mindenki így kezdi, illetve hát remélhetőleg előbb-utóbb mindenkiből Open SUSE felhasználó lesz. Köszönöm a figyelmet!